Régi mesék elevenednek meg többek között a bélyegeken a Németh László Általános Iskolában. A székesfehérvári városi bélyeggyűjtő kör most ebbe az intézménybe hozta el tárlatát. A cél, hogy az iskolai kiállításokon keresztül megismertessék a gyerekekkel a bélyegeket. Lehetőséget adunk arra, hogy megismerjék a bélyeget a gyerekek, hiszen nem találkoznak a napi életben. 31 néhány évvel ezelőtt azért levelező lapot adtunk föl, ha elmentünk egy táborba, ha kedvesünknek írtunk levelet vagy képes lapot, ugyanúgy bélyeget tettünk rá, feladtuk a postán, tehát ma már a gyerekek ezzel nem találkoznak az elektronika világába. Én inkább annak a jelentőségét érzem, hogy láthatnak, közelébe kerülhetnek és megismerhetik, hogy mi a bélyeg. A gyerekek közül többen ma is gyűjtenek valamit, autós vagy focis kártyát, figurákat, és vannak olyanok, akiket a bélyegek bűvölnek el. Úgy kb. 50 van bélyegből. Témakörbe állatosak, autósak és pálutcai fiúsak is vannak. A Németh László iskolában a paravánok előtt állva sok mindent fel lehet fedezni a bélyegeken. Az intézmény igazgatója szerint már az ajándék, hogy a diákok láthatják a régen oly sokat használt postai bélyegeket. Nem vagyok benne biztos, hogy minden gyerek már találkozott a bélyeggel, a bélyeg fogalmával. Gyönyörű ez a kiállítás, a mesét hozza be közéjük, és egy régi-régi szórakozást, élvezetet próbál bemutatni a gyerekeknek, hogy milyen örömet tud adni a bélyeggyűjtés, a bélyeg öröme. A Németh László Általános Iskolában a tárlat két részből áll. A székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör egyrészt elhozta a tavalyi Petőfi 200 elnevezésű bélyegválogatást, másrészt a diákokat érdeklő mesékről szóló anyaggal készültek. A kiállítást június elejéig tekinthetik meg a diákok és szülők az intézményben.